Na hát sziasztok, Pacsi, köszöntelek benneteket. Ugye azóta nem volt Genshin Live, illetve Genshin videó, mióta kijött netlen. Ugye lehet, hogy nem a múlt hét, lehet, hogy ez az előttet 2 hete volt, azt hiszem, az a live, amiben együtt felfedeztük netlent. És hát időközben én is így mászkáltam, rohangáltam, meg nézelődtem, ládákat nyitogattam, gyűjtögettem, stb. Hiszen tudjátok jó, hogy mondtam én nektek, hogy én nagyon szeretném majd egyszer talán megszerezni Mavuikát, úgyhogy mindenféleképpen úgy kell viselnem, hogy ő mindenféleképpen kijöjjön. Tehát ugye jelen pillanat sikerült összefarmolnom, már nagyon régen nem viseltem senkire, ugye 20k-t sikerült összefarmolnom eddig, plusz van itt még 13 vis, és a shopból se vásároltam még meg a havit, illetve még ha nagyon kell, akkor ide is el tudok nyúlni, ugye van 26 ebből. Én nem szoktam karaktereket, meg igazából fegyvereket vásárolni innen, mert igazából nem látom értelmét, de nem szoktam. Tehát nincs itt olyan karakter, aki nekem megérje. Már meg, hogy láthatjátok, hogy például ők már bőven fullosak, úgyhogy igazából nincs értelme. Olyan fegyver itt meg lehet, hogy mondjuk jól állna például SD Luke-nak, ugye mondtátok is, de nem tudom. Tehát nem biztos, hogy ez viszont jó neki. Tehát nem biztos, hogy ez olyan túl jó neki. Na, viszont az a nagy helyzet, hogy hát Mavuika mellett nekem, hát ugye most, ha nézitek a bannert, pont mai nap váltott, ugye bejött Raiden. És azon gondolkodtam, hogy ugye nekem megvan már, de hogy mi lenne, hogyha megpróbálnám kiszedni a fegyverét, mert hogy az még nekem nincs meg. És igazából, hát itt mondták, és hát így mondtátok már nekem, ugye mondta nekem Dark, hogy elég keveset seb ez a pecázós változata, nem mint az ő saját fegyvere, tehát sokkal-sokkal többet sebez. Úgyhogy nagyon azon gondolkodom, hogy lehet, hogy megpróbáljuk. Viszont sokat nem fogok rá pazarolni, tehát, és el is mondom, hogy miért, mert hogy ugye, ha néztétek a Genshin híres videóimat, vagy hát a legutóbbi Genshin híres videómat, akkor én mondtam nektek, hogy egyébként nekem Kinich amúgy basszus, ő nagyon bejön. Tehát a dizájnja, a kinézete, minden, és ő az első 5 csillagos dendrós karakter, aki nekem tetszik. Tehát eddig nem találkoztam olyan 5 csillagos dendrós karakterrel, aki nekem tetszene. Olyan nagyon, hogy hú, nagyon tetszik. Úgyhogy őt szeretném még megpróbálni, viszont hát nagyon 15k alá nem szeretnék menni, mert akkor nem valószínű, hogy sikerül kiszednem Mavuikát, mert simán előfordulhat, hogy a következő verzióban meg már ő lesz bent. Úgyhogy azt fogjuk csinálni, hogy mivel én már egyébként megcsináltam ugye a testrunokat, kiszedtem ugye a extrát, meg megcsináltam már ezt is, és ezt még nem fejeztem be, de mi megpróbáljuk kiszedni az ő 60-ját, meg esetleg még a mai napi küldit megcsinálják. Hát nem tudom, hogy fogok-e menni ebből, még nem mentem nagyon ebbe megint, meglátjuk. Hát, majd meglátjuk, nem tudom még. De ide mindenféleképpen ezt megcsináljuk, és akkor ha ezt megcsináljuk, szerintem feloldódik a napi quest, akkor arra is kapunk néhány plusz primót, és akkor utána megpróbálunk egyet viselni. Közben, míg nézitek a videómat, nyugodtan írjátok le kommentbe, hogy nektek egyébként sikerült-e kiszedni valakit, vagy
terveztetek-e kiszedni nem valakit, esetleg az előző bannerről sikerült valakit kiszedni, akit nagyon szerettetek volna, illetve alapvetően, hogy ti, nektek hogy tetszik úgy netlen, tehát az új terület, mert azért lehet kapni hideget-meleget, illetve, hogy mit gondoltok a netlen karakterekről. Akár a négy csillagosokról is nyugodtan írhatjátok a véleményeteket. Sziasztok!